hagyd veszni gyermekkori álmaidat. Csatlakozz te is az FKF csapatához. Tegyünk együtt környezetünkért. Axial Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Ez lesz a baj. Hú, Bence. Mondanám, hogy kellettél most ide, mint Lego versenyre a porszívó. De nem mondom. Várj, eldobom meg. Izé van. Forgatás van. Szóval, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát, új év, új tervek, régi garázs. Igen, ez nem az az autó, jól látjátok, de már kezdjük az elején a sztorit. Az a lényeg, hogy ne kapjon mindenki a szívéhez. Eláttam a narancssárga mercit, a csapatóst. Eláttam, de ennek nyilván oka van. Valami komolyabba kezdünk idén bele. Remélhetőleg nyárra a hódmezőrületre kész is lesz. Nem ez az. Ezt igazából, hát ez lett helyette. Szóval tulajdonképpen elcseréltem a narancssárgát erre. Hát, városba kabát alá. Tökéletes kis gépjármű, nem kell tőle félni. Jól látjátok, ez egy V203-as, méghozzá egy sportkupé, hát kicsit gnóm, de legalább hát olyan gnóm, mint egy kompakt. Én megkedveltem az utóbbi 900, nem is mentem vele 900 km, körülbelül 300-at mentem, nagyon friss szerzemény. Most lett berendszámozva, Stuttgartból érkezett. Most ezt bütykölöm. De szóval azt kell tudni, vagy ha menjünk vissza a sztori elejére, ugye elcseréltük a narancssárga mercit tulajdonképpen erre, mert hát építünk valami komolyabban, annak szaga lesz, majd meglátjátok. Hát menjen tovább a világ, valaminek a vége, Bence, valaminek a kezdete. A Subaru az itt van, csak kivittük, mert itt átrendezés lesz a garázsban. Most ideiglenesen beálltam ezelőtt 4 órával, aztán kicsit így elmélyedtem itt a dolgokba. Szóval azt kell róla tudni, hogy ez egy 2001-es kis sportkupé, hát amúgy jó kis autó, nem kell tőle félni, majd mindjárt is elmondom, hogy miért jutottam aránylag jó áron hozzá, meg hogy mit kell vele csinálni, hogy aztán többet érjen. Egy a lényeg, ilyet kerestem, kényelmes kell, nem lehet mindig a kompakttal menni, mert ami még amúgy nincs kész, mert a hengerfej még nincs rajta, de kész volt már egyszer, csak aztán kiderült, hogy hengerfejes lényegtelen, szóval az elég hardcore lesz, az ráz, kemény, vizé, az ilyen, az a huligán autó, ez meg a közlekedő edény, annak viszont tökéletesnek kell lennie, megbízhatónak, úgyhogy ezért is van benne ez a láncos 2 literes 16 szelepes szívómotor, semmi extra, körülbelül 130 lóerő, de mivel hogy van hozzá egy 6 gangos kéziváltónk, aminek az első 4 fokozata aránylag sűrűn van egymás mögé pakolva, ezért lehet vele normálisan, temposan is közlekedni, ha kell. Egy kényelmes kis autó, 201 ezer kilométerrel vettem, és végigvezetett szervizkönyve van, kérlek alassan 192 ezernél volt utoljára olajcserén. Én most azért a szűrőket kifogom benne cserélni, mert az olaj jó néz ki, azt néztem, természetesen azt is kifogom, de hát a pollenszűrő meg a légszűrő az ilyen trágya, de majd egy fél órán belül itt lesz az új. Hát a kettő együtt nem lesz 5000 forint. És majd várjál, mert ne gyerek, ne kövessél, mint a kiskutya, valamit keresek. Ja, aztán majd Frankon rendelünk bele olajat. Azt is már lecserélem, itt van minden, diffi olaj, váltóolaj, hajtómű, motorolaj, kicseréljük, azt is itt fogjuk meg megcsinálni, azt is megmutatom nektek, nem egy nagy etvasz. Sokan félnek ettől a típustól, mert ugye ez már pont az az időszak az autóiparban, amikor már bejöttek azért a komfort elektronikák, ebbe is van egy pár, bár nem ilyen furán felszerelt, mert sportfutóműves, dupla elektromos panoráma teteje van, kétzónás automata klímája, illetve klímája, elektromos ablak, viszont például nincs benne ülésfűtés, meg elektromos ülés, meg ilyenek. Mindegy, aránylag egy használható csomag. Hát kiirtottam már belőle, az elmúlt 2 órában azért volt benne egy stuttgarti nagyhifi, ennek a maradványait itt láthatjátok, meg itt, szóval nem tudom, nem mindegy. Szóval volt benne, látszik is, hogy van egy megmutatom majd bentről, egy ilyen keret, tudjátok, a beépítő keret.
megvan a, ott van a gyári hely, és akkor a beépítő keretben volt egy dupla dines sifi. Ezt én kiírtottam, mert most van benne egy kis kazettás merci fejtség, de ezt már cseréljük. Cseréljük egy belevalóra. Szóval az Alvás szám alapján ez az, ami egy Obsidian Schwarz C180, mondtam már, 2 literes, 6 gangos, tök szép állapotban van, nem rozsdál, ez nagyon-nagyon fontos, mert ezek szoktak. Apró cseprő dolgok vannak rá, tehát egy kis polír itt, egy kis kárc ott, itt ugye, ha időjössz, Bence, megmutatom, hogy ez amúgy nagyon hasznos, én nem gondoltam volna, mert ugye volt a Mazdának egy hasonló megoldása, ez igazából plexi, ezt már mindjárt megpucolom egy kicsit, tök jó kilátni, hogyha tolatsz hátra. Van nagy csomagtartója, több mint 310 liter, tudni kell, hogy hiába, hogy kisebb autónak tűnik, igazából a tengelytávja, meg a beltérben a hely, az megegyezik a szedánéval, úgyhogy tök jó elférünk benne. Megkockáztatom, hogy több benne a hely, mint a kompaktban, mert hogy van olyanom is, meg volt E46 kompaktom is régen, illetve használtam, bocsánat, nem az enyém volt. Kellemes, puhán, finoman rugózik, azért a Merci máshogy képzelte a sportfutóművet, mint a BMW, annyit tett, hogy kicsit lejjebb van ültetve a kocsi. Járt hozzá 4 gyönyörű alufelni, Dunlop Sportmax gumikkal, a téli felniken meg Watta új Continental gumik vannak, hibátlan. Nagyon jól jártam ezzel a cserével, behonosítottuk körülbelül, valami nem egész 100.000 forintomba került pluszba. Na, hát mi azért félnek ezektől az autóktól, mert ugye van már bennük komfort elektronika, tele vannak jeladóval, meg mindenfélével, és hát ugye kommunikálnának is már ők a vezetővel, itt a LCD kis kijelző, meg a multikormány, minden francon keresztül, de hát megvan már a koruk, ez is 2001-es. Az ember azért nem csaptak le erre az autóra, mert beindítás után elkezdtek sorjázni a hiba üzenetek. Gyere, Bence, mutatom, mert ide már felírtam. Elkezdtek sorjázni a hiba üzenetek, amik ugye az átlagos felhasználó názlónál kiverik a biztosítékot, hogy jaj, hát az üzlő beteg. Szóval kiírta a, nem is ABS hibát ír ki, hanem EBS, ugye elektromos fékelosztó hiba, ESP és SRS, amiből mindenki a légzsákra gyanakszik, de nem. Valamint kiírta, hogy rossz a hűtőközeg szintje, rossz a ablakmosótartás szintje, meg mit is még? Ja, meg hogy nem világít az egyik hátsó rendszámtábla világítás. Na most, ez elég riasztó, amikor jönnek, hogy ABS, ESP, SRS, Kühlwasserstand, senkinek nem kellett, viszont azt ugye tudnunk kell, meg mondom mindenkit, bátorítok arra, hogy nem kell megijedni, hanem ott van az internet végtelen tudásbázisa, utána kell nézni, meg hát ugye én könnyen beszélek, mert itt vagyunk egy merci bontóban, egy alkatrészkereskedésben, hogy igazából ezek a hibák, ezeknek a hibáknak a túlnyomó része, a legijesztőbbek, az ABS, ESP, SRS, ezek egyetlen egy típus hibájára, tehát nem is típus hibájára, egyetlen egy mechanikai, illetve elektromos hibára vezethetők vissza, hogyha azt felszámoljuk, akkor onnantól kezdve ez a 3 hibakód ez el fog tűnni. A rendszerből jelesül, ugye ez már fogasléces kormányüveg, két verzió lehetséges. Mind a kettő összefüggésben van a kormányszög jeladóval, ami egy ilyen kis kerek jeladó, egyik fele ugye magán a kormányoszlopon van, másik meg a kormányon, és azért kell, minden ESP-s autóban van ilyen, a tiédben is, hogyha ilyen kocsid van, ugye a kerékelfordulást nézi, ebből aztán számolgat, és mindenre hatással van. Na most, ha egy picit elkezd lógni a kormánymű, két verzióval mondom, ez az egyik. Ennek egy picit lóg a kormányműve, de mivel ez már fogasléces, nem globai csigás, ezért nem fosunk be, mert a fogasléces kormányművet fel lehet újítani, pénzbe kerül, igaz? De felújítás után aztán megint feszes lesz, nem lesz benne ez a nagyjából ilyen 1 centi körüli lógás, amivel igazából még bőven lehet közlekedni, sőt, ugye ezek a rendszerek, hogyha kiírja a hibakódot, nem azt jelenti, hogy az autó közúti közlekedésre alkalmatlan, ezek úgy vannak megcsinálva azért, hogyha mondjuk kiesik egy ABS-et vagy ilyesmit, attól meg az ugyanúgy fékez, az a fő lényeg az ugye mechanikus marad, szóval nyugodtan lehet vele járni, semmi bajod nem lesz, csak egy kicsit jobban oda kell figyelni, hogy télen, hogyha csúszik, de hát azt meg szeretjük, mert hátul hajt, azért arra figyeltem. Szóval a kormányszög jeladó, ja, kiolvastattuk, nyilván az ember ilyenkor azért valamennyire igyekszik precíz lenni. Jó, hát ezek a, ugye cseréltük benne egy aksit, kapott egy szép jászakút, én abba bízok. És hogyha, nyilván, hogyha áll az autó sokáig, nincs benne akkumulátor, akkor televeri hibakóddal a tárolót, de hát ezeket már aztán töröltük.
kombinált műszer, karbantartás, interolum. Igen, és itt van, kérlek szépen, ez a lényeg, ez egy ESP, BAS fékasszisztens, légzsák, és itt van, hogy, várja, lehet, hogy ez a harmadik papíron van. Igen, itt van, hogy kormányszög jeladó, várja már, itt van, kormányszög jeladó hiba. Na most, a kormányszög jeladót kicserélni még gyakorlatlan embernek is körülbelül másfél-két óra, le kell oldani a kormány hátulján két csavart, kiveszed a légzsákegységet, óvatosan, hogy elleszakítsd a szalagkábelt, széthúzod, az interneten minden ott van, leveszed a kormányt, pif, kicseréld a jeladót, ha tudod, hogy hogyan kell fölrakni, de ott van minden a neten, innentől kezdve ezek a menetbiztonsági dolgok, ezek újra tökéletesen fognak működni. Elhárítottunk az öt hibából hármat, az, hogy nem világít a rendszámtábla világítás az egyik, az 400 forintból lehet javítani, kell hozzá, megnézed a kézikönyvét, mert hogy megvan, meg a szervizkönyve is, meg minden, itt van szépen, megnézed, hogy C5V kell, 5 wattos, megveszed, lecsavarozod két csillagcsavarhúzóval, berakod, működni fog. Azért vettem egy izzókészletet, jó az, ha van. Magyarán megszüntettünk az öt hibából négyet. Már te nagyon jó voltál matekból. Vagy pillanat, várjál, nem is, 6 hiba van mindjárt. Megszüntettünk a 6 hibából 4-et. Na most, ha megnézzük a kiegyenlítő tartályt, látjuk, hogy tele van, tökéletesen működik a hűtőrendszer. Mi volt a baj? Hát ez a baj. Ugye öreg már a kábel, valaki matatott itt, kiszakította, ez ugye a hűtővíz szintjeladója. Na most innentől kezdve az ember leveszi ezt a sarut, hoz egy másikat, szépen itt leblankolja, zsugorcső, összerakja, visszadugjuk, hopp, már is megszűnt a külvasszerstand hiba. Ugyanez érvényes az ablakmosó tartály szintjelzőjére. Feltöltöd, mégis írja, ó, nincs benne, hát nincsen katasztrófa. Itt van az alján, az még odébb van, mert le kell hozzávenni a kerékborítást, különösebben nem zavar. Ott van az alján egy jeladó, ugyanez lesz, hogy el lesz szakadva a kábel, megcsinálod, megforrasztod. Na, legrosszabb esetben itt ezt a jeladót, ezt kitekered, és kicseréled, pár ezer forint az egész. Nyilván olyankor itt a kiegyenlítőből kifolyik a víz, azzal már számolni kell. De van egy olyan gyanúm, hogy kutyabaja nem lesz annak a jeladónak, ez volt a baja. Ezt, ha most én szépen itt leülök, egy kicsit elmújolok, visszaforrazgatom, és tökéletes lesz. Magyarán, rövid időn belül, ha egy picit utána nézem, hogy logikusan gondolkodsz, megszüntettél 6 hibából 6-ot, a motor gyönyörű szépen jár, dupla láncos motor, merci, soha nem lesz semmi baja, szívó motor, a szilentek jók, a kipufogó nem fúj ki, egy tökéletesen frankó kis autó, ami minden működik, nyilván már kicsit elvisszük a Starcarba, vagy felpolírozzuk magunk, megmutathatjuk azt is, hogy hogyan lehet felpolírozni a fényszórókat, hibátlan, ennyi az egész, nem kellett megijedni, ott van a neten minden, akinek egy kicsi affinitása van, az meg tudja csinálni, én már azért máma még, ezen kívül ugye kiszedtem az aksitálcát, mert az alatt mindig áll a rittyó. Hát itt tele is volt levéllel, itt az aksitálca része, meg ugye ki akartam húzni belőle ezt az átkozott hifi kábelt, mert az is ide volt, és akkor végig kellett mennem rajta. Ha már ezt kiszedtem, ezt kitakarítottam, ki is jött belőle a levél, és most jön a trükk, ugye itt van a vízlefolyó, amit mindig mondom, hogy takarítsunk. Érdemes amúgy vákumcsővel dolgozni, mert elég merev, de ahhoz, hogy kinyomja a szart, viszont hajlékony, hogy tudja követni a csőt, a csövet. Én azt csináltam, hogy megnézem, hogy átfolyik rá, hogy telenyomtam féktisztítóval, aztán néztem, hogy lent lecseppene. Hát azért, mert víz nincs, van sör, de hát azt mégsem öntünk a kocsiba. Ugye ezt kipucoltam, kiszárítottuk, meg ott is kitakarítottam a biztosítéktábla körül a dolgokat, átnéztem az összes biztosítékot, most kicserélem a szűrőket, megforrasztom a szintjelzőt, aztán visszarakom az aksit. Na akkor jön az, hogy lehet, hogy tanítani kell még az ablakokat, meg a tetőt, de ott van a neten, gombkombinációkkal elő lehet hívni, és kész. Még 14 000 kilométert ír olajcseréig, de meg fogom ejteni azt is, mert ki akarom próbálni ezeket a motorexes motyókat. Aztán nagyjából ennyi. Akkor legközelebb jövünk, hogyha... Legközelebb jövünk, most egy kicsit még átrendezzük a műhelyt, visszahozzuk a Subarut ide, oda letesszük... Ide meg behozunk egy kis fát, mert ugye fűteni kell még ott elől, aztán ez meg itt jó száraz helység, itt tök jó meg fog szeretni a fa, és hát remélhetőleg hamarosan bekerül ide a projekt csapatos autó, ami nagyobbat fog szólni, mint a narancssárga merci. Meg aztán megyünk, mondtad, hogy vidékre.
megyünk vidékre megnézni a Felicia pick-upot, hogy hogy állunk. Úgyhogy beindultak a dolgok, én most ezzel jó el leszek, kicsit elmolyolgatok, beleásom magam. Nagyon-nagyon fontos, jegyezzétek meg, én a falra tudok mászni, aránylag sok Facebook csoportnak vagyok a tagja, mert sokféle autóm volt már. Én a falra tudok mászni, amikor odajön valaki, és csak azért, mert lusta, és nem googlizik utána, meg nem keres rá, ezért inkább fölteszi a Facebook csoportba a kérdést, aztán várja, hogy más gondolkozzon helyette a saját autójával kapcsolatban. Ne legyetek lusták, ott van minden, kell hozzá némi angol tudás, de remek fordító programok is vannak a neten. Nézzetek utána a saját dolgaitoknak, tanuljátok ki, egyáltalán nem ördöglakat, nyilván vannak ebbe is olyan buktatók, amik ijesztőek, de mondom, egy ilyen ESP, ez az ABS modul, ezt nem rágja meg a cica. Ez aránylag nehezen megy tönkre. Szóval valószínű, hogy mind-mind valami jeladóra visszavezethető hiba vagy kábelszakadás. Ennyi, nem kell beszárni, hát legyen egy garázs, vagy valami, mert például ezért aránylag sokat elkérnek egy szervizben. Hogyha odamész egy ilyen kormányszög jeladó cserével, pedig ripsz-ropsz ki lehet cserélni itthon is. Majd megmutatjuk, hogy hogyan, csak először felújítjuk a kormányművét, és akkor tesszük ezt le, mert ugye a kormányműv felújítás az időbe telik, amikor már lesz a kompót, aztán lehet azzal járni, mert azzal is mennék már nagyon. Csak hát most egy kicsit megcsúsztunk időben, meg sok a projekt, meg ilyesmi, de maradjatok velünk, kísérjétek figyelemmel a sztorit, nyugodtan kommenteljétek, igen, tudom, hogy hol van benne a titkos szervizmenü, mindent tudom. Úgyhogy nyugodtság van, majd aztán én is beszámolok, hogy hogyan alakul az élet ezzel a kis autóval. Mi van holnap? Holnap péntek. Ja, holnap lesz a live test. Hát el fogjuk úgy kezdeni, hogy a Bence kezdi el. Maradjunk ennyibe. Ezt a melegfél visszatapsoljátok. Nagyon-nagyon érdekes autó lesz holnap. 34 millió forint, úgyhogy ez majd magában sok mindent elmond. Hát ez nem volt annyi, de legalább az enyém. Meg ki van fizetve? Szombat vasárnap. Szombaton meg vasárnap. Tényleg. Kultikus cuccokat fogunk próbálni. Szombaton is, meg vasárnap is. Azért vettük kétfele, mert olyan cefet rohadt hosszú lett az epizód, meg annyira nem akartuk belőle kivágni a lényeges részeket, hogy kétfelé vettük, úgyhogy most hétvégén, azaz holnap után, meg holnap után is lesz adás, szombaton is, kettőkor, vasárnap meg délben lesz a folytatása, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok, reméljük, hogy tetszeni fog. Én itt meg most tovább molyolok a műhelyben, mert aztán lassan már záróra van. Bence meg visszamegy, azt vág. Na. Lehagyd veszni gyermekkori álmaidat. Csatlakozz te is az FKF csapatához. Tegyünk együtt környezetünk.